Mindig jönnek olyan okos motorosok az interneten, akik elmagyarázzák neked azt, hogy a motoron mozogni fölösleges, meg amit a Dodor mond, az általában az úgy működik, hogy kiélezett helyzetekben, meg egy csomó helyzetben igazából nincs is rá szükség, mert ő nem mozdul meg már motoron 20 éve, mégis karcolja a lábtartót, és ha-ha-ha-ha, megváltotta már a világot, és esőbe se kell, szaruton, soha nem kell mozogni a motoron, minden hülyeség, amit úgy hívnak, hogy súlypont áthelyezés. Megint találtam egy 100.000. videót most már, ahol tökéletesen bebizonyosodik, hogy az, aki mindig abban hisz, hogy a gumitapadás megoldja a problémát, mert a gumi az örökké fog tapadni, meg a jó minőségű úton nem csúszhat el motor, az elkövet egy olyan apró hibát, meglátjátok majd a videóban, hogy mégiscsak pofára esik, nézzük, miről van szó. Haver lehúzódik, szélére jön a másik egy nékiddel. Itt nem annyira látszik teljes gyorsaságban, nézzük, az emberek nem lehet semmi baja. Feltűnő zöld póló az úgy kell, mint a falat kenyér, mert az megmenti mindentől, csak a saját hülyeségétől nem. Nézzük, visszalassítom, hogy fölállítja az ember. Megúszta, mert pont becsúszott a korlát mellé, a motor is megúszta, meg az ember is, nem volt olyan nagy az esés. Na de, mi történik? És megállítom nektek a videót azon a ponton, ahol elesik a fószer, és tökéletesen látszik, pont oldalra néz a haver a sisak kamerájával, hogy az emberünk elköveti azt a tök amatőr hibát, eleve látszik, hogy tök szüken veszi a balost, tehát nem jó ívbe megy, sokkal jobban tudná enyhíteni az ívet, de nem ezzel mentette volna meg a szitút, hanem azzal, hogy egy kicsit megmozdul a motoron, és kettő, nem nyúl rá a gázra olyan agresszíven, ugyanis az történt, hogy elkezdte húzni a gázt, és közben még mélyre fektette a motort, ilyenkor jön az a jelenség, amikor befordul a kormány, az eleje elmegy, és nincs tapadás, mert egyszerűen a hátsó keréknek az intenzív előre tolása, és a kanyarnak a szűkülése azt eredményezi, hogy megtolódik, megcsúszik az első gumi, ahogy szűkíteni próbálja az ívet, egyszerűen fizikailag nem kompatibilis a két mozdulat egymással, hogy döntöd a motort és húzod a gázt. Itt az van, hogy döntöd a motort, és amikor megállt a motornak a dőlészege, elkezded egy kicsit fölemelni, na akkor nyúlhatsz rá a gázra, és ha ez besegítre egy kicsit azzal, hogy testsúlyjal rákorrigálsz a dőlészögre, akkor ez segíteni fog abban, hogy az első kerék tapadása még véletlenül sem menjen el. Persze én hülye vagyok, de ezt a hülyeséget használja egyébként már Márquez is a kigyorsításkor, meg egy csomó MotoGP pilóta, hogyha arról van szó, hogy intenzíven akarsz kijönni, vagy nem olyan jó az aszfalt hőmérséklet, vagy bármilyen csúszós felület fordulhat elő, akkor sokkal egyszerűbb előbb mindig azt a mozdulatot megcsinálni, hogy először a motornak a dőlészögét kezded el csökkenteni, és húzod a gázt. Egyébként ez akkora nagy hülyeség, hogy még annó emlékszem, hogy a magyar bajnokságba induló fiataloknak még a Szabó 2 Laci bácsi is ezt tanította, hogy sokkal intenzívebb és pontosabb tud lenni a kigyorsítás akkor, ha először dőlészöget csökkentesz, és úgy nyúlsz rá a gázra. És akkor nem esel így pofára, mint ez a csávó.